Valamikor réges régen élt egy király, meg egy királyné. Volt nekik 7 leánygyermekük. A legkisebbet úgy hívták, hogy Szúrtuna. Nagy háború tört ki. És a háborút a király elvesztette. Fogságba is vetették. A királynénak ki kellett költöznie a díszes nagy palotájába. És egyre rosszabbul ment a soruk. Kicsi kis kunyhóban húzták meg magukat. És néha annyiuk sem volt, hogy ennivalót vegyenek. Aztán egyszer a kunyhó előtt elment egy gyümölcsáros. A királyné behívta, hogy friss hüvét vegyen tőle. És amikor megvette, akkor arra jött egy koldusasszony. És alamizsnát kért a királyné. Adnék neked, hát hogy ne adnék, de hát nekem sincs semmi, szegény vagyok. Az hogy lehet, hogy te szegény vagy? Kérdezte a koldus asszony. Hát tudod, én vagyok a spanyol királyné. De a férjemet elfogták és börtönbe vetették. És ki kellett költözni a díszes palotából. Szegények vagyunk. Ó, te szegény, mondta a koldus asszony. De tudod-e, hogy miért megy el rosszul a kisorotok? Tudod-e, hogy miért nem talál meg benneteket a szerencse? Mert az egyik lányod, aki veletek él, el van átkozva. És ameddig itt tartod magatoknál, addig bizony nem is talál meg benneteket a szerencse. El kell küldenem az egyik lányomat? Kérdezte az anya. El. Válaszolta a koldus asszony. Aztán melyik van elátkozva? Hát az, amelyik éjszaka keresztbe tett kézzel az. Éjszaka gyújt sivágot, és amelyik keresztbe tett kézzel alszik, azt kell elüldöznöd. Így is lett. Éjszaka éjféltájban az asszony gyertyát gyújtott. És végignézett a lányai. De hát egyiknek sem volt keresztbe a keze. Aztán hirtelen meglátta, hogy a legkisebbnek, Szúrtunának keresztbe van téve a keze. Téged kell, hogy előzzelek, édes lányom, sóhajtott az anya. Erre fölkelt a lány. Mi baj, édesanyám?
Jézus asszony. És azt mondta, hogy addig nem talál meg minket a szerencse. Még azt a lányomat, amelyik elátkozott, amelyik keresztbe tett kézzel alszik, én el nem küldöm. És te vagy az az elátkozott. Hát ez a baj, kérdezte Fortuna. Akkor megyek. És felöltözött, és vagyott kötött. És elindult. Sokat ment. Sokáig ment. Egészen addig, amíg egy elhagyott helyre nem ért. És azon az elhagyott helyen látott egy magányos házat. Ahogy közelebb ment, hallotta, hogy a házban szőnek. Ez egy szőlőház volt. Oda megy, benéz az ablakon. És akkor az egyik szőlőasszony kiszól neki. Beszélnél jönni? Be, jó asszony. Aztán elszögödnél-e szolgálni? Elszegődnék, jó asszony, válaszolt a szfurtula. És el is kezdte rögtön a seprést. Aztán szépen beesteledett. Az asszonyok végeztek a munkával. És azt mondták Szurtonának. Mi most elmegyünk itthonról. Bezárjuk kívülről az ajtót. Te pedig zárd be belülről. Be nem engedj senkit. Vigyázz! El ne lopják a sok szép aranyos szövetet, meg a szalagot. Így lett. Az asszonyok kívülről bezárták az ajtót, Szfurtuna meg belülről, és lefeküdt aludni. Aztán úgy éjfél tájban zajra ébredt. És látta, hogy egy asszony ollóval tépi, szaggatja a sejmeket, az aranyos szövetet, a szalagokat. Ez volt az ő rossz sorsa. Aztán reggel, mikor megjöttek az asszonyok, hát kívülről kinyitották az ajtót, Fortuna meg belülről. És amikor az asszonyok beléptek a szobába, hát látták, hogy az összes szövet, az összes sejem szél van tépve, szél van szaggatva. És elkezdtek kiabálni Szfurtunával. Ó, te hálátlan! Hát így hálálod meg, amit tettünk, érted? És kergették kifele. Még meg is rúgdalták. Szfurtuna nem tovább. Most hová menjem? Mit csináljam? Csak ment és bolyongott. Aztán egy falu szélére ért, ott egy boltot látott. A boltban tejet, bort, sajtot árultak, meg kenyeret. Szfurtuna oda ment, nagyon éhes volt, és alamizsnát kért. És a boltos asszony adott neki. Adott neki kenyeret, meg egy darabka sajtot, meg bort. Aztán mondta neki, hogy itt maradhat éjszakára.
és a zsákok között meg is átvezet neki. Aztán hazajött a boltosné férje, ők megvacsoráztak, lefeküdtek aludni. És olyan éjfél telt, nagy zaj kerekedett. Fölébredt a boltos, meg a boltosné. És látják, hogy az összes hordó csapra verve, az összes bor elfolyatva. És a boltos látja, hogy az az idegen lány ott nyöszörög, kiabál az ágyában. Biztosan te voltál, te átkozott, mondta neki a boltos, és fölráncigálta, és kikergette a boltból. Még meg is rúgdalt. Fortuna sírva ment el. Hova menjen? Hol kopogtasson? És így folytatta a vándorlását. Csak ment faluról falura. Aztán egyszer az egyik falu szélén egy mosóasszonyt látott. Megállt és nézte. Hát, te meg mit bámulsz? Kérdezte tőle a mosóasszony. Én a világot járom. Aztán mosni. Tudsz? Tudok. Válaszolt a szfortuna. Na, ha tudsz, akkor jó. Állj be mellém. Majd én szappanozok, te pedig öblögetsz. Meg amit kell. És így történt. Szfortuna ott maradt. És kivasalt. Aztán az asszony összeszedte egy kosárba, és elvitte a palotába, mert nem másé volt ez a ruha, mint a királyfié. A királyfi nézi a ruhákat. Igen, tetszett neki. És azt mondta neki, no, Francesca nénemet, így hívták a mosóasszony, Francesca nénemet. Hát ilyen szépen még soha nem mostad ki nekem ezeket a ruhákat. Úgyhogy jutalmul adott neki 10 uncia aranyat. Francesca néne fogta a 10 unciát, és vett belőle Sfortunának egy ruhát. Meglisztett. Aztán hazament. A lisztből kenyeret sütött, meg 2 ányizsos perecet. És aztán odahívta Sfortunát, és azt mondta neki, fogd ezt a 2 perecet, és menj el a tengerpartra. És ott a tengerparton hívd az én sorsom. Hogy hé, Francesca néne sorsa. És ezt mondd 3-szor. És mikor 3-szor elmondod, akkor az én sorsom megjelenik. Add oda neki az 1 percet. És mondd meg neki, hogy üdvözlöm. És akkor kérdezd meg tőle, hogy hol van a te? Hol van a te sorsod? Hol találod a te sorsodat? Így is lett. Sfortuna fogta a 2 ányizsos perecet, és elment a tengerpartra. Ott kiállt a partra, és megállt. És így kiáltott. Hé, Francesca néne sorsa. Hé, Francesca néne sorsa. Hé, Francesca néne sorsa. És mire 3-szor ezt mondta, megjelent Francesca. Odaadta neki az 1 percet,
és átadta neki Francesca néni üdvözletét. És így szólt hozzá. Az Isten áldja meg. Mondja meg nekem, hogy hol találom a magam sorsát. Akkor Francesca néne sorsa azt mondta, menj végig ezen a kis ösvényen. Az ösvény végén egy kemencére lesz. És a kemence mosóvíz árka mellett ott fog ülni egy öreg asszony, egy öreg boszorkány. Az a te átkozott sorsod. Vidd oda neki ezt a percet, és add neki oda. Köszönj tisztességgel. Meglásd, majd gorombáskodni fog veled, de te ne törődj vele. Add neki oda a perecet, légy vele tisztességes. Aztán hagyd ott. Mi is történt? Elindult az ösvényen a lány. Vitte a perecet a kezében. És az ösvény végén ott volt egy nagy kemence. És a kemence mosóvíz áka mellett ott ült egy öreg boszorkány. Hát mikor meglátta, meg is undorodott tőle, mert olyan büdös volt, olyan csipás, olyan koszos. A süteményed, nem kell. Pusztulj innen. És hátat fordított neki az asszony. Szóltan odament, letette a perecet mellé, megfordult és hazament. Aztán eljött a másnap, és újra mosni kezdtek. Francesca néne zappanozott, Szóltan öblögetett, beregetett, hát meg megvarta a ruhát. Aztán kivasalta. Francesca néne kosárba tette, és elvitte a palotába. Királyfi már nagyon várta, mert esküvőre készülődött. Megnézte a ruhákat, igen, tetszett neki. És azt mondta neki, na Francesca néne még ilyen szépen soha nem mosta ki ezeket a ruhákat, úgyhogy adok magának jutalmul 20 uncia aranyat. Úgyhogy Francesca néne fogta a 20 unciát, ruhát vett belőle a sorsanyónak. Vett szoknyát, ing mellett, meg fésült, meg csatokat, meg szép kendőt, meg egy kis lisztet. Aztán, amikor hazamentek, akkor kenyeret sütöttek belőle. Meg sütöttek újra egy szép, nagy ánizsos perecet. És akkor azt mondta Francesca néne Fortunának, hogy fogd ezt a perecet, és vidd el újra a sorsanyónak. Add neki oda. Aztán kapd le a 10 körméről, és fürdösd meg, és öltöztesd fel. Ha nem akar önként, akkor erővel. Így is lett. Szfortuna kiment. Oda a kemence mosóvíz árka mellé. Ott ült megint az a vén boszorkány. Hoztam neked perecet, sorsanyú. És akkor fogta a sorsanyút, lekapta a 10 körméről, és megfürdette, megcsutakolta. Szép ruhába felöltöztette. Megfésült. És akkor így szólt neki a sorsanyó.
Nagyon tettél velem, te lány. Jutalmam, adok neked valamit. És elővett egy kis katuját. Szfurtuna repült hazafele. Nagyon boldog volt. Otthon Francesca nénénél kinyitotta a skatuját. Belenézett, és hát nem volt abban más, csak egy ruhaszegész szalag. Na hát gondolhattam volna, mondta, és az almáriumba dobta. Aztán másnap megint mostok. Hát hétfő volt. Mosásnak. Francesca néne szappanozott, Szfurtuna öblöget, teregetett, megjavította ruhákat, aztán szépen kivasalt őket. Aztán Francesca néne elvitte a palotába. Ott volt a királyfi, aki bizony nagyon utána volt, mert a mennyasszonyának a ruháját nem tudták befejezni. Hiányzott belőle egy ruhaszegész szalag. Se égen, se földön nem talált olyan ruhaszegész szalagot, amivel azt a ruhát be tudták volna fejezni. Kerestette mindenütt az országában, de semmit nem találtak. Aztán kérdezte is tőle Francesca néni, hogy neked meg mi bajod van? Hát ő ilyen jó viszonyban volt ezzel a királyfival. És akkor a királyfi azt mondta neki, hogy hát nekem csak annyi, hogy nem tudjuk befejezni ezt a mennyasszonyi ruhát. Hát hiányzik belőle egy darab. És akkor Francesca néni azt mondta, hogy majd ő hoz. És hazaszaladt. Elővette az almárium aljából ezt a kis dobozkát, és levágott belőle egy arasznyit. És visszament a palotába, és képzeljétek el, ez pont olyan volt, és pont akkora, mint amennyi hiányzott belőle. Hát, meg is örült a királyfinek, és azt mondta neki, na ezért jutalmul, annyi aranyat fogsz kapni, amennyit ez a kis szalag nyom. Úgyhogy hoztak is egy mérleget. Rátették egyik oldalára a szalagot, másik oldalára elkezdték hordani az aranyat, de hát nem tudtak annyi aranyat rátenni. Vagy lenyomja azt a szalagot, úgyhogy hoztak egy nagyobb mérleget, egy híd mérleget. Bizony arra sem tudtak annyi aranyat tenni, hogy az nehezebb legyen, mint a szalag. Micsoda szalag ez, Francesca néne? Honnan van ez neked? Hát, be kellett neki vallania, hogy honnan van ez a szalag. Úgyhogy a királyfi azt mondta neki. Látni szeretném ezt a lányt. Úgyhogy Francesca néne hazament. Szépen felöltöztette Szfurtunát, mert azóta már vásárolt neki egy-két szép ruhát, dolgot. És közösen visszamentek a palotába. Ott Szfurtuna megállt a királyfi előtt, és köszöntötte a királyfit, ahogy illő. A királyfi is köszöntötte őt, és helyet kínálta. És megkérdezte tőle, hogy te ki vagy? És akkor így felállt a lány. Az én nevem Szfurtuna. A spanyol király legkisebb leánya vagyok. Apám elvesztette a háborút, és fogságba esett. És én rossz sorsom miatt elmentem otthonról. Azóta a világot járom. És szépen sorban elmesélt mindent a királyfinak. Az meghallgatta, és elhatározta, hogy feleségül veszi. Korábbi mennyasszonyát elbocsátotta. És megnyitott.
mint a spanyol királynőval. Mikor Fortuna elment, akkor nem sokkal utána a fivérei, meg a nagybátyjai nagy sereggel odajöttek, és visszafoglalták a trónját. Úgyhogy ő újra beköltözött a díszes palotába lányaival. Együtt. De nem voltak boldogok, mert hiányzott nekik Fortuna. Kerestették, hogy merre jár, hol van, de sehol nem találták. Aztán mégis hallottak róla. Az úgy történt, hogy a királyfi követeket küldött hozzájuk, és mindent elmondott neki. És akkor a királyné, meg a lányai útra kerekedtek a királyfi udvarába, hogy meglátogassák Fortunát. Hát mikor találkoztak, nem tudom nektek elmondani azt az örömet. Ami ott volt velük. Megölelték egymást, és egy nagy, nagy ünnepséget csak. Azóta is boldogan élnek.